Azért jó lett a Majkáéknak ez a fejkamerás klipje. Megcsinálták. Összerakták. Olyan érzésem van nekem ezzel a Radiohead-del kapcsolatban, hogy két helyen, mintha elvettek volna tőlem valamit. Az egyik az, hogyha nem nézek annak utána, hogy miről énekel, akkor feleslegesen élek. Tehát, hogy valamit ebből, ha ennyire egyben van a zene, meg az a csávó ennyire így mer énekelni és vállalja magát, akkor én egy köcsög vagyok, ha nem vagyok arra kíváncsi, hogy mit akar mondani. És itt ilyenkor jársz a jó helyen, és nem kell tagmondat, tehát nem kell a vesző. Pont. Másik. Igen. A két pont, új sor. Nekem, hogyha a Zságeréknél lenne egy ember, aki ezt felvállalja és magyarul nekünk akar mondani amellé a zene mellé valamit, akkor úgy érezném, hogy többet kapnék. Eddig valahogy, mintha a Thom Yorke előtt mindenki csak tüdőből énekelt volna, és Thom Yorke kezdett volna el szívből énekelni. Olyan az egész, nem? Esküszöm. Az én számomra olyan, mintha valahonnan máshonnan énekelne az egész sávó. Valahonnan mélyebbről énekelne. Nem tudom, kurva nehéz ezt így elmondani, hogy így miért gondolom ezt a Thom Yorke-ról, vagy hogy így igazából egy jó instrumentális számot az ének eddig még nem tudott olyan szintekre, olyan magasságokba emelni, mint a Radiohead esetében. Az az igazság, hogy én tényleg így képzelem, hogy az imént hallottátok a 21. századi rock'n'rollt. És akkor most tekintsetek meg egy olyan klippet, ahol a Thom Yorke teljesen egyedül énekel. Most úgy néz ki, hogy ez a legnépszerűbb klipje jelenleg, még a Cripplit is megelőzi a Radioheadnek. Most erre nagyon rácuppantak a tömegek erre a klipre, mert hogy megint olyan szégyentelenül viselkedik benne a szó legjobb értelmében. Tehát ezt értsétek jól a Thom Yorke. És valami tényleg valami brilliáns ez a szám az új lemezről, ez a Lotus Flower.